Nyolc forduló után a legutóbbi bajnok Várdese 20 ponttal vezeti az NB3 Tisza csoportjának tabelláját. Az Éllovas 4-15 pontos csapat követi, a Nyírbátor, a Cigánd, a Tiszaújváros és az Ibrány között egyelőre csak a gólkülönbség dönti el a sorrendet. A legutóbb még a kiesés ellen harcoló Ibrány 4 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel a várakozásoknál jobban kezdte a szezont. Átalakult bizonyos fokig a csapat, egy megfiatalított, teljesen új mentalitású társaságot sikerült összehozni, ami hát kellő háttérrel és eredményes munkával azt bizonyítja, hogy igenis kell velünk számolni. Célkitűzésünknek megfelelően ott szeretnék lenni az élbolyba, hogy a végelszámolásnál bele tudjunk szólni a további NB3-os tagságba. Rendkívül kiegyensúlyozott a mezőny, itt egyetlen egy csapat sem lehet biztos sehol. Az eredmények azt hiszem ezt bizonyítják, talán egy-egy kivétel van, a Diósgyőr 2, akik elég fiatal garnitúrával rendelkeznek. Most ők azok, akik ebből egy kicsit háttérbe szorultak, de a többi helyen bárhol, bárki pontosan pontokkal tud visszatérni és hazatérni, tehát ezt az elmúlt hetek azt hiszem, hogy egyértelműen igazolják. Az Ibrány a legutóbbi fordulóban a Baktalóránt házát verte 3-1-re, a hétvégén pedig Nyírbátorban lép pályára Kovács János együttese. Megyei rangadó várható, az biztos, hisz az elmúlt hetek is ezt bizonyították. Aránylag jól ismerem ezeket a csapatokat, hisz úgy, hogy Kisvárdán, mint Baktán, talán Nyírbátorban is van minden csapatban 5-6-7-8 olyan játékos, akivel az elmúlt 5-10 évben dolgoztam. Tehát ezek is képzett jó játékosok, ezt már bizonyították. Várhatóan egy azt hiszem, hogy megfelelünk majd a rangnak, a rangadó jellegnek, hogy eredményesek tudunk lenni. A Tisza csoport 9. fordulójának további párosítása következő: Baktalórendháza Hajdúszoboszló, Várda Ese Létavértes, Cigánd Nagyecsed, Szatmár Unió Tiszakanyár, Diósgyőr 2 Tiszaújváros és Hajdúböszörmény Deac.